Vladimir Putyin orosz elnök célja az, hogy az ukránok szenvedjenek és megfagyjanak a tél folyamán. Az orosz erők brutális bűncselekményeket követnek el a civilek ellen, kulcsfontosságú infrastruktúrát bombáznak, működésképtelenné téve az energiahálózatokat. Jelentette ki Stella Kiriakidis az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén. Az uniós biztos az ukrajnai humanitárius helyzetről szóló vitában elmondta, az ENSZ legutóbbi becslései szerint Ukrajna közel 18 millió embernek van szüksége segítségnyújtásra, mivel nem férnek hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz, fűtéshez, villanyhoz, ivóvízhez. Az EU Ukrajna támogatójaként eddig 13 millió embernek biztosított alapvető segítséget. Legutóbb az EU 130 millió eurós téli segítségcsomagot juttatott el a háború sújtotta országba, amely áramfejlesztőket, életmentő felszereléseket tartalmaz. Emellett 77 ezer tonna adó küldött ukrán kórházaknak és iskoláknak. Körülbelül 7 millió gyermek szenved az ukrán energiainfrastruktúra elleni orosz támadások miatt. Az országban a kiskorúaknak nincs állandó hozzáférése az áram, fűtés és vízszolgáltatáshoz. Áll az Egyesült Nemzetek gyermekalapjának közleményében. Ez nem csak azt jelenti, hogy a gyerekek fáznak a rendkívüli hidegben, hanem azt is, hogy nem tudnak online tanulni, miközben sok iskolás számára az online osztályok jelentik az egyetlen módját az oktatásnak. Mivel sok iskola megrongálja, Állódott, vagy megsemmisült, mutatott rá az UNICEF. Az elektromos áram hiánya miatt korlátozott a gyerekek barátokkal és rokonokkal való kapcsolata, ami negatívan befolyásolja a pszichikájukat. Szakértők szerint másfél millió ukrán fiatalt fenyeget a depresszió, a szorongás, a posztraumás stressz és más mentális problémák kialakulása. Az UNICEF megkezdte a téli ruházat, vízmelegítő berendezések és generátorok szállítását a frontvonalra, és az ukrán erők a felszabadított területekre, így Harkív, Herson és Donetsk megyékbe, közölte Catherine Russell, az UNICEF ügyvezető igazgatója. Vladimir Putin elnök idén nem tartja meg évvégi szokásos sajtótájékoztatóját, jelentette be az Oroszországi Föderáció elnökének szóvívője. Dimitri Peszkov nem indokolta meg a döntés hátterét. Ez idáig az éves sajtótájékoztatót a Krem Putin népszerűségének növelésére használta. A gondosan megkoreografált, élőben közvetített műsor tavaly több, mint négy órán át tartott. Putin számos bel- és külpolitikai kérdésre kitért. Az elmúlt tíz évben a az orosz elnök mindig megtartotta maratoni sajtótájékoztatóját. Megfigyelők szerint azért szakad meg a hagyomány, mert az oroszországi vezetés nyugtalan a sorozatos ukrajnai harctéri kudarcok miatt. Több mint 14 millió tonna gabonát exportáltak már az ukrán kikötőkből a fekete tengeri kezdeményezésnek köszönhetően, mondta el az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciájának főtitkára Genfi sajtótájékoztatóján. Rebecca Greenspan kiemelte az Ukrajna és Oroszország között létrejött megállapodás jelentőségét, amelyet négy hónappal 2023. március 22-ig meghosszabbítottak. A gabona export lehetővé teszi az élelmiszeri ipari termékek egekbe szökött világpiaci árának csökkentését fogalmazott a köztisztviselő. Greenspan ugyanakkor visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint az Ukrajnából indított gabona szállítmányok a gazdag államokba kerültek volna, nem pedig a fejlődő országokba. Mindeközben Oroszország sérelmezi, hogy nem tudja kellőképpen értékesíteni mezőgazdasági termékeit a pénzügyi és logisztikai szektorait érintő nyugati büntető intézkedések miatt. Az ukránok csupán kis része tervezi, hogy az energiaválság miatt elköltözik valahová a téli időszakban. Ezért a nemzetközi szervezeteknek továbbra is segíteniük kell az országban élőket, áll a Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentésében. Körülbelül 18 millió ember ukrajna lakosságának 40 a szorul sürgős humanitárius segítségre. Támogatni kell őket télen, különösen azokat, akik nem jutnak menedékhez vagy meleghez. A szervezet felszólítja az érdekelt feleket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket, mivel az igények napról napra nőnek, mondta N. Newgen, a Nemzetközi Migrációs Szervezet ukrajnai irodájának vezetője. A szervezet közelmúltban készített tanulmánya kiemeli, annak ellenére, hogy Ukrajnában mínusz 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, és továbbra is támadások érik a villamos energiahálózatot, országszerte csak a válaszodók 7%-a fontolgatja azt, hogy elhagyja a lakóhelyét. Még a közművek tartós kikapcsolása esetén is háromból két válaszadó azt mondja, hogy nem hagyja el az otthonát. Ukrajnában a háztartások 43%-a kimerítette a megtakarításait. A a költségek csökkentése érdekében a válaszadók 63%-a számolt be arról, hogy mérsékli a gáz villany és szilárd tüzelőanyagfogyasztást. Több mint 4500 a háború miatt megrongálódott vagy megsemmisült objektumot sikerült helyreállítani a Kijevi régióban, közölte a Kijevi megyei katonai közigazgatás vezetője. Olexi Kuleba megjegyezte, a helyreállítási létesítmények között vannak lakóépületek, toronyházak, oktatási és egészségügyi intézmények. A pusztítás elképesztő, de az újjáépítés eredményei legalább olyan elképesztőek. Lépésről lépésre újjáépítjük Kiev megyét az orosz invázió után, mondta Olexi Kuleba. A megyevezető a Telegram csatornáján egy videót is közzétett, ahol Irpiny, Bucsa és Borogyanka megrongálódott épületei láthatóak, illetve az, hogyan néznek ki a helyreállítás után.